tabló az első végzős pilóta osztályról. Bal szélen felülről a második fotón Pokoracki András látható. Úgy indult, hogy mezőgazdasági pilótákat képeznek Nyíregyházán. Pokoracki András szerdai 35 perc című műsorunkban azt mondta, olyan minőségi oktatás folyt, hogy azonnal lecsapott rájuk a malév. Ahogy mi kikerültünk a főiskoláról, akkor felsőfokú technikumból, a malév már is átédesgetett a mezőgazdasági repülésből a kollégáim közül szép lépcsőzetesen 7 főt. Aztán a többi az már történelem, hogy hogy alakult idők folyamán az, hogy a mezőgazdaság számára egyre kevesebb pilóta kellett, és az egykor óckodó honvédség is felismerte, hogy a Nyíregyházán képzett pilóták még az ő számukra is hasznosak lehetnek. A közforgalmi repülés, a malév az egyértelműen igényt tartott erre, mentőrepülés, és így következett be az, hogy 1983-85-től kezdve a képzésben folyamatosan át kellett állni a közforgalmú pilóta képzésre. Trainer one at this way, line up clear for takeoff runway 28 with 360 degrees 5 knots. Felszállás előtti lista ellenőrzés, az úgynevezett checklist zajlik éppen a pilóta fülkében. A kapitány és az első tiszt kötelező feladata ez, csak ezt követően kezdődhet meg az emelkedés. Itt éppen egy szimulátorban történik mindez a nyíregyházi repülőtér területén, ahol 1968 óta képeznek pilótákat. Az elmúlt több mint 50 évben sokat fejlődött az oktatás struktúrája. 1992-ig állami színekbe történt, utána pedig vállalkozás színekbe közben volt. Mezőgazdasági főiskola, nyíregyházi főiskola, aki szintén sajátjának tekintette ezt a képzést, aztán lett Nyíregyházi Egyetem. Nekik is köszönhetjük azt, hogy közösen, hogy talpon maradtunk, hisz ők is nagyon szerették ennek a képzésnek a megtartását. Mi is azon voltunk, hisz szakmai nagyon elkötelezettek voltunk a repülés iránt. Napjainkban kereskedelmi pilóta képzés folyik, nagygépes, és az egyetemi képzés mellett még a Wizz Air Kadét program is megy. Európába Nyíregyházát választotta a Wizz Air Kadét programjában repüléskolaként. Az elmúlt években a gyakorlatorientált képzés érdekében folyamatosan fejlődött az infrastruktúra. A modern szimulátor beszerzése mellett kisgépeket vásároltak, új oktatási centrumot építettek, emellett felújították, bővítették a hangárt. A Wizz Air Kadét programnak köszönhetően sok külföldi diák érkezett. Emellett a már végzett, tehetséges fiatalok utógondozására is hangsúlyt fektetnek. Van, aki kiemelkedő eredményeinek köszönhetően oktatóként maradt a trénernél. Tavaly januárban végeztem itt a Nyíregyházi Egyetemen, még közlekedésmérnökként, illetve pilótaként nálunk ez így még egybe volt. És azt követően nagyon szerencsésnek tartom az én helyzetemet, mert rögtön kaptam egy lehetőséget, hogy itt dolgozzak, mint oktató. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó flow volt így az egészen, hogy lehetőséget kaptam itt dolgozni, úgyhogy rendkívül hálás vagyok érte. A nyíregyházi repülőteret 1930-ban avatták. Az 1968-ban itt indult pilóta oktatás keretében közel 900 szakembert képeztek. Becslések szerint 10 jelentkezőből átlagosan 2 diák felel meg a belépő követelményeknek és kap lehetőséget a képzés megkezdésére.